háborús zónára hasonlít a nyírség több települése. A tegnapi viharok után tető nélküli házakat, kidőlt fákat, kettőtört villanyoszlopokat, megrongált kocsikat látni mindenfelé. Csak Szabolcsban nagyjából 2000 helyen okoztak károkat a szupercellákhoz kapcsolódó légzuhatagok. A helyiek a katasztrófa védelem segítségével egész nap mentették, ami még menthető. Az utakat felszabadították, a vonatok már közlekednek, de több ezer családnál még mindig nincs áram. Tető nélküli házak, kidőlt fák, leszakadt vezetékek mindenfelé. Romokban hever nyírmada a csütörtöki vihar után. Hatalmas erővel csapott le a településre. A szél vitt mindent, amit meg tudott mozdítani. Az épületekről leverte a cserepeket, és több méteres alumínium lemezeket rakott odébb. Tornádószerű vihar jött, és barátom szólt, hogy a lakásnak a tető levitte egy az egyben mindent, lefordította a lemezt róla. Az egész falu ezt tapasztalta. Mindenhol káosz van, tetők, összedőlt házak vannak. Fóliázzák a házakat, mentik, amit lehet. A tűzoltók egy napja megállás nélkül dolgoznak, és bőven van még teendő, több mint 1000 ingatlan rongálódott meg. Fogunk kapni még egy oltót. A katasztrófavédelem egy operatív központot állított fel a városházán, és onnan irányítja a helyreállítási munkálatokat. Kritikus a helyzet, nincs áram sem, aggregátorral próbálják termelni. Szakadt vezetékek, kidőlt, félbedőlt, eltört villanyoszlopok. Hogy majd utána mi lesz a rendszerrel a településen belül, az egy másik kérdés. Előre láthatólag úgy látjuk, hogy 2-3 napig még biztos, hogy nem lesz áramellátásunk. Néhány kilométerrel arrébb Pusztadoboson sem jobb a helyzet. Itt is fák és hatalmas lemezdarabok borítják az udvarokat. Otthonok váltak lakhatatlanná. A féltető eltűnt erről a házról, több millió forint a kár. Az egész tetőt ki kell cserélni, bent újrafesteni mindent, redőnyt. Szétvágott a vihar mindent. A településen is alig van olyan épület, ami nem rongálódott meg. A helyreállítás elkezdődött, de hetekig eltarthat. 15-20 tetőszerkezet teljesen lepusztult. 400 lakóház körül van, így beslés szerint, amiben kisebb-nagyobb károk vannak, illetve hát a melléképületekben van a nagyobb kár. Az önkormányzati óvoda gyerekház épületében a kidőlt fa okozott nagyobb károkat. Hasonló látványt nyújt jármi is. A temetőben gyökerestül dőltek ki a fák, az utakra pedig villanyoszlopok borultak, ezért itt sem volt áram még csütörtök délután. És hasonlóan a többi településhez rengeteg házról vitte le a tetőt, itt is a szél. A kutyamenhely keneleit felborítottak, 200 állatot kellett kimenteni. A helyiek szerint még hasonló viharra sem volt példa soha. Én még mióta meg vagyok, ilyet nem láttam. Itt az emberek, mindenki el vannak keseredve, sáram nincsen, hogy mikor lesz, azt se tudjuk, teli a hűtőláda, a cserepek, a tetők le vannak vive, azt mindenütt, szörnyű, ami van. Az érkező vihar többen videóra vették, Kisvárd egyik pillanatról a másikra sötétedett el. Ezen a felvételen az látszik, hogy az orkán erejű szél letarolja a strandot, a kijáratot teljesen beborították a letört faágak.